azt kell tudni, hogy az alkatrészek egyenkénti súlyba szinte a lehető legkönnyebbek a piacon. Ez csak egy érdekesség. Szukik a málna, bázi meg! YouTube, elérkeztünk egy újabb videóhoz. Ugye, mint már mondtam, az előző videóban marad a Bringa támogatóm, és akkor úgy döntöttem, hogy végre bemutatom nektek is a Bringát, amivel az idén fogok rájdolni. Szerintem biztosan az idén végig ugyanez a Bringa fog maradni. Persze, hogyha letörik róla valami alkatrész, az cserével lesz, de ebbe a felállásba fogok idén bringázni, és gondoltam, hogy nektek is bemutatom, elmondom a véleményemet a pár alkatrészről, személyes tapasztalatok az alkatrészekkel kapcsolatosan, úgyhogy szerintem kezdjünk is neki. Ez lenne az én bringám. Ez egy triál bringa. Kezdjük el azt is, hogy mi az a triál, mert sokan nem tudják, hogy mi az a triál, és összetévesztik mondjuk a BMX-el, a szaltóval, meg stb. Tehát a triálban is kétfajta bringa van, van a street triál bringa, ugye például a Danny McCaskill, őt nagyon sokan ismerik, az a fajta triál bringa, amelyeken van ülés, picit kisebbek a kerekek, és van ugye ez a versenytriál bringa, úgy mondanám neki. Ez például egy tökéletes versenytriál bringa, amit én űzöm, és megint csak sokan el vannak tévedve, mert sokszor kérdezik, hogy milyen trükköket pontoznak, és melyik trükknek mi a pontszáma. Hát nem, gyerekek, ez nem pontokra megy, hanem ez úgy néz ki, hogy mesterséges vagy natúr pályán úgy kell végigmenned, hogy ne tedd le a lábad. De gyakorlatilag, hogyha te megteheted, akkor két keréken is végiggurulhatsz a starttól a célig. Csak az a lényeg, hogy ne tedd le a lábad. Na de lépjünk tovább. Akkor ez egy versenytriál bringa lenne. Ez egy hashtag Open Peace. Ez előre Open Space néven jelent meg, de a francia merényletek után a francia gyártó megváltoztatta a nevét Open Peace-re. Úgyhogy akkor kezdjük a bringát felülről. Markolat. Ez a markolat egy bandázs markolat, most lett újra téve. Én ezt szeretem a legjobban, próbáltam már gumi markolatot, próbáltam már szivacs markolatot. Szivacs markolat nekem picivel jobban bejött, mint a gumi, mert a gumi az teljesen ilyen két óra ráj után nagyon kikészítette a kezem. A szivacs markolattal jobban meg voltam elégedve, de azért az is hosszú rájdok után, például 2-3 óra ráj után már nagyon fájt a kezem. Ez a bandázs markolat, ez ugye milyen a versenybringákon vagy a teniszütőkön is van. Még soha nem éreztem azt, hogy fáj a kezem, fájnak a bőr keményedéseim, vagy stb. Menjünk tovább. A fékkar az egy hashtag H2O. Mint már az előző videóban is mondtam, vízzel működik a fék. Ez azért jobb, mint az olaj, mert sokkal gyorsabb és sokkal jobban reagál. Igen, nincs kenése, de azt meg lehet oldani. Menjünk tovább. A kormány az egy hashtag hajlított karbonkormány. Erről is nagyon jó véleményem van. Ez a kormány például több mint 7 hónapos. Kopogjam le, még nem törött el. Láttam már neten eltört ilyen kormányokat, de szerintem azok annak tudhatóak be, hogy vagy túl meg voltak szorítva, vagy egy előző esés által be lett várva, és akkor ott meggyengült és eltört. Más nem tudok mondani, mert tényleg szerencsére még egy ilyen kormány sem maradt a kezembe. Pipa, ugyancsak egy hashtag pipa. Ez ilyen, mint a régi trial, ilyen kacsára van vágva, úgy mondják. Tehát ilyen szögbe le van vágva, úgyhogy a villát is azt szerint kell levágnod. És ilyen dupla gyűrűs befogás, ez nagyon jó.
még a, ezek a gyűrűk nem törtek el, pipát nem sikerült eltörnöm, de hát azt mondanám, hogy ez is egy nagyon jó, szerintem tudom, hogy egy picit drágábbak a hashtag cuccok, de még mindig azt mondom, hogy még nagyon jók, és jobb, hogyha megveszitek a hashtaget, mint egy olcsóbb utánzatot. Tudom, hogy ugyanazok annak is a geometriái, viszont a tartása, az anyagnak a minősége nem ugyanaz, és sokkal hamarabb el is törnek azok. Menjünk tovább. Villa, megint csak egy hashtag karbonvilláról beszélhetünk. Tudtom, már ez a piacon lévő legkönnyebb villa, nagyon meg vagyok elégedve, ez is már 7 hónapos, és semmi bajom nincs vele. Akasztottam, meg mindent csináltam, tényleg kell vigyázni, hogy esésnél ne verd be, és hogyha az megvan, akkor szerintem örök életű. Tehát tényleg nagyon jó villák volt, még egy villám, azt is használtam, elég sokat és továbbadtam, és azóta is semmi panasz nélkül használják. Menjünk tovább az első kerékhez. Az első kerék az ugyancsak egy hashtag, első felni 28 lyukas, és van hozzá egy Jitsi 28-as agyam. Nagyon meg vagyok elégedve, bár csapágy az eredeti csapágy az körülbelül 2 hónap alatt szétment, de szerencsére sikerült egy új csapágyat szereznem. Az első felnéről szeretném még elmondani, ugyanúgy, mint a hátsó felni is, nagyon jó az anyagja. Felflexeled, akkor körülbelül 2-3 hétig is fog a fék, annélkül, hogy újra kell flexelned. Persze egy picit megtörölheted, vagy valami, és akkor még jobb lesz a fékhatás. Eddig sok felnit használtam, és tényleg azt kell mondanom, hogy az anyagja nagyon jó, és nagyon sokáig tart rajta a flex. Az első gumi az egy Monti gumi, ezt még én is mostanában tesztelem, ugyanis nemrég a Monti elkezdett együtt dolgozni a hashtag céggel, és így lehetőségem lett akciósan megvenni a gumit, és úgy döntöttem, hogy kipróbálom. A hátsó gumi is ugyanúgy egy Monti gumi, azt mondanám, hogy egy picit nehezebb, mint például egy V-Tire, vagy például egy Trial Forward, de viszont még nem sikerült bedefektelnem, úgyhogy azt mondanám, hogy 100 grammal, kb. 150 grammal nehezebb a két gumi, de viszont megéri, hogyha nem akarsz folyamatosan defektet javítani. A váz, arról már beszéltem, ugye egy hashtag Open Peace. Nekem elsőre nem tetszett annyira, amikor a neten láttam, viszont mikor tavaly elmentem az első világkupára, és megpillantottam élőbe a vázat, láttam a megoldásokat, például itt nincs meg itt az üléscsőnél az a cső, hanem ide két lap van, itt sokkal merevebb, a fékhatás sokkal jobb, az alsó csőnek is az alakja ilyen érdekesen ívelt, sokkal nehezebb magasabb akadályoknál beütni az alsó csövet. Én nem is szoktam ilyen alsó csővédőt használni, de ennél a váznál szinte nincs is a miért. Valami nem kell merevítő hozzá, a hátsó fékhatás az brutál, de tényleg meghúzod a féket és érzed, hogy mintha a falnak nekihúznád a fékpofát. Elérkeztünk a hajtókarhoz. Ez ugyancsak egy hashtag V2-es hajtókar. Csapágyas, és már nem monoblokkal van, hanem ilyen két csapágy kosarat belecsavarsz, ugyanúgy a meglevő menetben, mint az előző vázakba, és egy ilyen átütő tengely féleséggel jön a hajtókar két része, valamint elő van még egy ilyen fél rockringem, és ugyancsak egy hashtag 122 akadásos első fogas kerék, ugye a triál bringáknál a húzófej az itt elő van, és hátul fix. Ennyiben különbözik például egy rendes bringától a hajtókar rendszere. Elérünk a hátsó felé ez a bringának. Itt ugyancsak egy hashtag hátsó felni van, valamint egy hátsó jitsi agy,
és egy 15-ös hashtag hátsó fogaskerék gyűrű, és ugye, mint már mondtam, egy Monty gumi. A küllők azok elő-hátul is DT küllők. Én ugyancsak azt ajánlom, hogy nem érdemes spórolni a küllőn, mert nagyon mérgesítő, mikor folyamatosan kiszakadnak a küllők, főleg a hajtás felől, és akkor elég nagy macera azt oda visszatenni. Ugye a fékkarról már beszéltem, szerintem a piacon lév egyik legjobb fékkar és vízem, és soha nem eresztette nekem még el a vizet. Ehhez párul egy Magura dugattyúrendszer elől is, meg és elől is, meg hátul is, valamint TNM fékbetéteket használok, ilyen aluházas TNM fékbetéteket, elől a sötét kéket, ugye a Kenny Valley, és hátul a TNM zöldet használom. Nagyon brutális jó fékhatást érsz el, hogyha folyamatosan flexelsz. Én mondjuk úgy két hetente szoktam flexelni, és hogyha porosabb helyeken bringázom, akkor ugye szoktam közben lemosni a fejnek a fék felületét, ezzel újra csak nyerhetsz fékerőt, valamint hogyha ilyen kék szesszel vagy valamivel letöröd a fékpofát, akkor is nyerhetsz még pár napot az új flexelésig. Kihagytam a hajtókartól a pedált, ugyancsak egy hashtag cage pedál van, és itt a közepére szoktam én ragasztani ilyen smirgli ragasztószalagot, ugyancsak a jó tapadás hatásért. Ez lenne a bringám, jelenleg olyan 7 kg 900, 8 kg körülbelül, nem tudom, elég rég nem volt mérve, azt biztosan tudom, hogy mielőtt a két gumit és az agyakat cseréltem, volt 7,780. És akkor ugye tettem az új gumikat, azok picit nehezebbek, úgyhogy szerintem olyan, most inkább olyan 8 kg környékén van. Tehát gyerekek, ez lett volna az én bringám. Remélem, hogy értékelhető információkat adtam, és remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha tetszett a videó, akkor tudjátok a dolgotok, iratkozzatok fel, kövessetek be, és találkozunk. Peace!